Tisztelt Ház, józanság hangján szeretném hangsúlyozni, hogy köszönjük szépen miniszter úr a tájékoztatást. Valóban egy nagyon fontos dimenzió az, hogy az enyhítésnek a fázisába érkezett el az Európa Nemzetközi Közösség, illetőleg a nemzetközi együttműködésnek a jelentősége. A vatikáni segélyszállítmánynak úgy gondolom, hogy nagyon komoly, szimbolikus jelentősége van, mint ahogy annak is, hogy Magyarország törődik a szomszédságával, a keleti szomszédsággal, a balkáni szomszédsággal, a szomszédos országokkal, és törődik a határon túli magyarokkal is. Úgy vélem, hogy ezek az együttműködések, ezek most, amikor nagy szükség van rá, hosszú távon fognak kifizetődni. De már rövid távon, amikor a lazításról, az enyhítésnek a kérdéséről beszélünk, akkor is megkerülhetetlen a térségi együttműködés. Ez egyébként vonatkozik a gazdasági munkavállalási kérdésekre is, hiszen a határ mentén a munkavállalói ingázásnak a kérdése már az eddigiekben is egy nagyon fontos térségi együttműködést követelt meg. Amikor Magyarország enyhíteni kezdi az intézkedéseket, akkor figyelemmel kell kísérni, hogy a szomszédaink ezt hogyan teszik, és fontos, hogy e tekintetben is kialakuljon majd egy együttműködés a szomszédos országokkal. Minden egyes szomszédunk vonatkozásában az elkövetkezendő időszakban sor kell majd erre kerüljön. Köszönöm szépen a miniszter úr tájékoztatását, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen!